Sokan gyűltek össze a Topolyai Szociális Védelmi Központ előtt, hogy támogassák az Ozorák családot. A házas pár 9 napos kora óta neveli a most majdnem 4 éves Martinát. Azt hitték, nevelő szülőként a kislány nagykorúságáig velük maradhat, mint ahogy arra már korábban volt példa a családban. A Topolyai Szociális Védelmi Központ azonban arra utasította őket, hogy adják át a gyereket örökbeadás céljából. Ozorákék is gondoltak arra, hogy Martinát örökbe fogadják, viszont erre nincs lehetőség koruk miatt. Mindketten elmúltak 50 évesek. Sok pár, majd úgy mondjam, házas pár van, akinek nincs gyermeke. Én nagyon sajnálom azokat az embereket, és azt üzenem nekik, hogy mellettük állok. De azt is el kell mondanom, és akkor is elmondtam nekik, hogy akkor miért engemet 51 évesen hívtak és adták ide ezt a gyermeket. Miért nem olyan házas párnak adták, akinek nem lehet gyermeke, és adják oda neki, és többet az életben soha ne bántsák őket. A kis Martinát a központ örökbe akarja adni, az Ozorák család pedig minden erejével harcol, hogy velük nőhessen fel. Támogatóik is vannak. Gyűjtsük az aláírásokat is, és mindenkinek köszönöm szépen. A célunk az, hogy maradjon a kislány nálunk. Ami legfontosabb, azért harcolunk. Ha a gyerek érdeke a legfontosabb, akkor miért akarják elszakítani attól a családtól, amelyben már 4 évet eltöltött és jól érezte magát? Ez érdekelte azt a sok tucat embert, aki támogatásáról biztosította az Ozorák házas párt. Én azt a kislányt a születésektől, mióta az Erikáiknál van, ismerem. Mikor megszületett a kisfiam, akkor én hozzám járt szopni, és én szoptattam, és nem mehetem máshova. Az Ozorák család abban bízik, hogy vannak kivételek, és csupán a koruk nem lehet kizáró tényező Martina örökbefogadásánál. A házaspár ügyvédei azt mondják, érdemes harcolni, mert van megoldás, és még nem kell biztosra venni, hogy elveszítik a gyereket. A Topolyai Szociális Védelmi Központ kiadott egy közleményt az újságíróknak, amelyben az szerepel, hogy az Ozorák házaspár nem fogadhatja örökbe a kislányt. Ez azt jelenti, hogy más megoldást keresnek az örökbefogadásához más szülőket. Egyébként a szóban feltett kérdéseinkre nem válaszoltak, azt mondták, hogy az illetékes minisztériumhoz forduljunk, aki ha jóvá hagyja a válaszadást, akkor majd válaszolnak.